Mindent megtesznek azért, hogy legalább két képviselőt küldhessen az Európai Parlamentbe a kétfarkú kutyapárt, jelentette ki a párt nagygyűlésén Törlei Katalin. A kutyák EP listájának második helyezettje szerint erre nagyon komoly esély van, mert az eddigi munkájukkal is bizonyították, hogy a parlamentben van a helyük. Vendégünk Terdik Roland. A kétfarkú kutyapárt 7. kerületi polgármester jelöltje, a párt kommunikációs vezetője, egy viszonylag új arc a közéletben, legalábbis így hívja magát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a nézőket, különösen azokat, akik követik az ATV-s pályafutásomat. Azok tudják, hogy a népszerűségem nagyon megnőtt attól, hogy zakót vettem, ezúttal egy ing is van rajtam, tehát a támogatottságom valószínűleg olyan magasra lő a csillagokba, hogy Ferenc Orsolya űrispárasszony se fogja már látni. Igen, mondjuk Kovács Gergely pólóban érkezik, de egyébként, hát ha ezen múlik, akkor biztos most fekete-fehérben, nagyon elegáns. Egy idézet öntől, hadd kezdjem ezzel, azt mondja, a szombati lista vezetői vitát Lé Marietta nyerte fölényesen, ahogyan a világ történelem összes eddigi vitáját. Maradjunk azért a szombati vitánál, Lé Marietta nyerte, mivel és miért nyerte? Hát egy kicsit mégis messzebbről kezdeném, tehát eleve ugye az volt a mondásunk a köztévés és az ATV-s vita közötti különbségre, hogy a köztévé az egy kabarét rendez, tehát a szilveszteri adásukból előrehozza a kabarét egy LP választási vita címén, ezért oda a Brutit küldtük, aki ugye humorista. Most ő itt, mint humorista megnyerte ezt a kabarét, tehát ezt kijelenthetjük, ugyanakkor kínos humor kategóriában Dajs Tamás vitte a pálmát, tehát egy külön díjat érdemel. Ugyanakkor már ott is látszott szerintem a Brutinak a poénjain, hogy abszolút volt komoly magjuk, tehát mondjuk a, hogy a demokrácia és a mezőgazdaság között kell választani, az a Fidesz vidék politikája 14 éve, az szerintem egy elég komoly állítás, amellett, hogy természetesen tréfásan volt tálalva, és az akkugyárak vagy a orosz hekkerek kibejárnak, a külügyminisztérium szintén egy elég komoly téma, attól függetlenül, hogy viccelt vele. Most a Marietta a szombati vitán, ő ugyan sokkal kevesebbet viccelt, és én azért gondolom, hogy megnyerte, mert a véleményét azért elég komolyan megismerhette a kutyapártnak, meg a Mariettának a néző minden témakörben. Ugyanakkor, amit ő nem ígér, hanem biztos, hogy megcsinál, mert ugye azt láthattuk, hogy minden hájjal megkent politikusok mellett állt, vagy ha szebben akarok fogalmazni, akkor nagyon gyakorlott rutinos politikusok mellett egy szakértő, tehát az LP-be szakértőt szeretnénk küldeni, és a Marietta szakértője, részvitelességi szakértő, hogy alkalmas LP képviselőnek, az nem kérdés, független attól, hogy hogyan vitatkozik. Na most ő nem ígérgetett, meg nem szedt bele a veszekedési versenybe, hanem egyetlen egy konkrét, biztos, kézzelfogható vállalása van, ez a Robin Hood alap, és ahogy ő megcsinálta a járókelő.hu-t, ami egy hiba bejelentő oldal, vagy ahogy megcsinálta a fővárosban a részvételi költségvetést, úgy ő biztos, hogy meg fogja csinálni a Robin Hood alapot. Tehát ez egy olyan vállalás, ami nem ígéret, hanem ezt tudom, ismerem, meg fogja csinálni. A tegnap esti vitát kitalálom, Baranyi Krisztina nyerte. Természetesen, ráadásul volt főnököm, tehát mit is mondhatna? Mit is mondhatna? No, azt mondja, mást is mond, a győzelem biztos, ezt mondta, amikor kiderült, hogy elindul a 7. kerületben. Miért biztos? Eddig, amikor indult, mindig bronzérmes lett, 22-ben az országgyűlési választáson, meg 22-ben az időköziben is önkormányzati képviselőként indult. Szóval a harmadik tűnik biztosnak. Mitől biztos a győzelemben? Hát Mogás Dániel tudném még idézni, hogy semmi sem olyan biztos, mint a nyerés, ami... Ez természetesen így van, ugyanakkor azt hiszem, hogy ezt most kell elmondom a nézőknek, nem tudom, hogy melyik kamerába beszéljek. Hallják. Ha csak mondja, akkor is. Tehát mindenki, aki egyszer már megbánta, hogy nem a kétfarkú kutyapártra szavazott bármelyik választáson, az, ha most a kétfarkú kutyapártra szavaz, akkor a testületekbe, tehát a önkormányzati testületekbe és az LP-be is nagyon sok képviselőt tudunk bejuttatni. Gondoljanak arra, hogy mi történt 2022-ben. No, a Facebookján látom, hogy várnak mindenkit vitázni különböző helyszíneken időkorlát nélkül a 7-ben, mert a kerületében. Mennek az emberek? Hát ezen a héten leszünk nagyon sokat az utcán, eddig is voltunk, eddig is vitatkoztunk, tehát nem csak nagyon ez kedves. Ez most indul a jövő héten? Ilyen formában, igen, ez félig meddig tréfásan van megfogalmazva, de ez valójában kint vagyunk az utcán, és pultozunk, és meghallgatunk mindenkit, azt is, akinek esetleg nem tetszik a kétfarkú kutyapárt, vagy megkérdezi, hogy
ezt meg ezt miért mondtad. Tehát ez már múlt héten is volt, meg a jövő, vagy ezen a héten ez folyamatosan is történik. Az egyik legfontosabb kérdés a kerületben, minden jelölt, aki itt volt a 7. kerületről, beszélt a Buli negyedről. A Kutyapárt vagy ön mit mond a Buli negyedről? Mi a terve ezzel? Hát a belső erzsébetvárosiaknak a legfontosabb kérdés, tehát a körúton túl már nagyon keveseket érint, vagy csak érintőlegesen. Ezt azért fontos kijelentenem, hogy messze a kerület lakosságának a egyharmada sem él a Buli negyed területén. Az nagyon fontos, hogy a középső és külső Erzsébetváros az jelentős mértékben el van hanyagolva a belső Erzsébetvároshoz képest. Egyébként a Buli negyedet, hogy ez egy régi ígéret, szeretnénk áttenni a biodómba, akár úgy, hogy mondjuk 4 repülőgép megemeli a 4 sarkánál fogva, a biodómot kinyitjuk, tehát mint egy ilyen fazekat, beletesszük a Buli negyedet és rázárjuk, ezt nagyon sok lakó szeretné. Természetesen viccelek, tehát ugyanakkor ilyesmikben én nem szeretnék belemenni, mint hogy kulturális gasztronegyedet csinálunk a Buli negyedből, mert ha de ezt akkor egy, ha ezt egy aki... belső erzsébetvárosi lakó meghallja, akkor kiúlik a haja. De van, aki megállapodna, tehát párbeszédet folytatna, van, aki éjfélkor bezárna ott mindent. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugye most egy kormányrendrend szerint vizsgálja, hogy mit kell, vagy mit lehet ott csinálni, tehát itt lesz egy kormányzati beavatkozás is. Mit kellene ön szerint? Hát van egy rendészeti része, ami azért nagy részt a rendőrségen múlik, meg Pintér Sándoron, tehát ott meg is ígértek egy rendőrös létesítését a választások utánra, nagyon bölcsen, tehát valójában nem tudjuk, hogy ez mennyire hatékony. Hát szerintem az annyiban jogos, hogy egy utcában 50 kocsma, az feltétlenül az ott lakóknak az életét azért megnehezíti. Tehát én nem hinném, hogy önmagában egy kerület ezt meg tudná oldani a rendészeti részét, de egyébként vannak olyan pontjaim, hogy igen, például a független taxikat minimum, akik hát nyílt titok, hogy részt vesznek ott a drogkereskedelemben, azokat ki lehetne tiltani simán, minimum a Kazinci utcából. Ez már egy olyan lépés, ami előre vinni a dolgokat. Még egy dolog, egy pár hónapja a Kutyapárt feltette a kérdést, hogy a bedeszkázott lakásablakok kerülete a 7. mértelenyi önkormányzati ingatlan üresen Erzsébetvárosa. Miért megtalálták erre a választ? Miért állnak ezek üresen? Hát nyilván a Covid után, meg az, hogy mindenki online rendel ezért dolgokat, tehát sokkal nehezebb egy boltot csinálni, ami így fizikailag oda kell menni és vásárolni. Feltétlenül ez is benne van, ez a trend ebben a dologban. Ugyanakkor mégis van rá jó gyakorlat például a 9. kerületben, amit Döme Zsuzsanna Szuzi, Baranyi Krisztina alpolgármestere csinált. Ez gyakorlatilag az, hogy ha piaci alapon nem lehet évekig kiadni egy-egy ilyen helyiséget, akkor kedvezményesen valamiféle ellenszolgáltatásért cserébe teszem azt március 15-én az ott kedvezményesen próbáló színház szaval, mondjuk most nagyon csak egy példát mondtam, most ilyen kísérlet volt a 7. kerületben, de elhalt, illetőleg konkrétan van ismerősöm, aki így kedvezményesen bérelt egyébként a 7. kerülettől ilyen helyiséget, és hiába írt nekik 3-szor, kereste őket telefonon, mindenféle úton, hogy ő szeretné meghosszabbítani a bérlet, és szeretne pénzt adni az önkormányzatnak, hogy ne álljon üresen az a helyiség, és nem sikerült ezt neki, tehát itt biztos, hogy van valami probléma. Tehát nem is akarta kiadni az önkormányzat. Tehát a Kutyapárt szerint ki kellene adni, vagy ha nem lehet kiadni, akkor el kellene adni? Hát ez már egy bonyolultabb kérdés. Köszönöm, hogy itt volt. És köszönöm, én is jó voltam, az egész stáb nyomatékosan nagyon jó volt. Köszönjük a meghívást. Köszönjük.